Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Kapcsolódnék ahhoz, amit már felemlített a kisebbségi vélemény ismertetésekor Bárándi Gergely képviselőtársam, és természetesen én is szeretném megerősíteni azt, hogy általában véve a mindenkori többségnek autonómiája van abban, illetve tiszteletben kell tartani azt a jogát, hogy a saját szándékainak megfelelően szeretné a minisztériumi struktúrát, a kormányzati struktúrát kialakítani. Ugyanakkor, amiért a szokásoktól eltérően ezt a törvényjavaslatot nem fogjuk támogatni, annak az az oka, hogy Bárándi képviselőtársam erre utalt is, ugyan nem feltétlenül értettünk ezzel egyet a Törvényalkotási Bizottságban. A álláspontunk szerint ez a törvényjavaslat egész egyszerűen alkotmányellenes. Joga van a többségnek a minisztériumok felsorolásáról, a kormányzati struktúráról olyan törvényt alkotni, ami a leendő miniszterelnök számára megfelelő, de nem áll jogában alaptörvényellenes törvényt idehozni. Miért állítom továbbra is, hogy ez a törvény alaptörvényellenes, és miért lett volna jó, hogyha ezt maga a Törvényalkotási Bizottság észrevételezi. Az alaptörvény vonatkozó cikkelye, ha jól emlékszem, a 17-es cikkely első bekezdése, hogy Bárándi képviselőtársam is utalt rá, kimondja azt, hogy a minisztériumok felsorolásáról törvény rendelkezik. Viszont a második bekezdése ugyanennek a cikknek azt mondja, hogy tárca nélküli minisztereket lehet kinevezni, akiknek a hatáskörét viszont rendeletben határozza meg a kormány. Ebből logikusan következtetve a nem tárca nélküli, magyarul tárcával rendelkező miniszterek hatásköréről törvénynek kell rendelkeznie. Ez a bizonyos törvény, ami itt van előttünk, ez a minisztériumok elnevezéséről szól. Hatáskörről egy árva szó nincsen a törvényben, ugyanakkor maga az előttünk fekvő törvényjavaslat beszél arról, hogy a részletes szabályokat meg majd egy kormányrendelet fogja megállapítani. Kérdezem én továbbra is, mi van azzal a halmazzal, ami a minisztériumok neve és a részletes szabályok között van? Magyarul, milyen jogszabály fog rendelkezni a minisztériumok alapvető hatásköréről? Itt elnevezésekről van szó, részletes szabályokról fog rendelkezni és rendelkezhet egy kormányrendelet, viszont a minisztériumok alapvető hatásköréről, hogy a legfontosabb közigazgatási területeket mely minisztériumok felügyelik, erről törvénynek kellene rendelkeznie. Ez elengedhetetlen a felelős kormányzáshoz, illetve ahhoz, hogy a jogbiztonság a mindennapi közigazgatási gyakorlatban is érvényesüljön. Ez a garancia nincsen meg ebben a felsorolási törvényben. 2010-ben legalább a hatályba léptetési szabályoknál világosan rendelkezett az országgyűlés arról, hogy a különböző közigazgatási ágazatok melyik minisztériumhoz fognak tartozni. Élünk a gyanúperrel, hogy ez nem véletlenül van így, nem véletlenül vállalja be Orbán Viktor az alaptörvény ellenességet is, hiszen amennyiben lógva hagyja levegőben, hogy a minisztériumok hatásköre hogyan néz ki, akkor bármikor az aktuális adott esetben kormányon, Fideszen belüli széljárásnak megfelelően, lobbig érdekeknek, oligarcha érdekeknek megfelelően lehet majd egyes minisztériumi hatásköröket terelgetni. Ugyanakkor, ha jogbiztonságot akarunk, ha nem akarjuk az állampolgárokat a közigazgatást bizonytalanságban hagyni, akkor itt és most törvényben kell rögzíteni a minisztériumok hatásköreit, és meg kell felelni az alaptörvény 17-es cikkelyének. Ezt jeleztem, ehhez kértem volna a Törvényalkotási Bizottságnak a támogatását, hiszen bármennyire elismerjük a jogát és felelősségét a leendő miniszterelnöknek a kormányzati struktúra kialakításában, az alaptörvényi szabályoknak, a jogbiztonság követelményeinek meg kell felelni. Természetesen nagyon sok egyéb módosító javaslatot előterjeszthettünk volna, ezt pontosan azért nem tettük meg, hiszen tiszteletben tartjuk jogát és felelősségét a leendő miniszterelnöknek, Orbán Viktor képviselőtársunknak, hogy szabadon meghatározza a leendő kormányzati struktúrát, pedig ötletünk lett volna bőven, akár arra is, hogy egy fenntartható fejlődés minisztériuma kezelje nem csak a környezetpolitika, hanem ezzel egységben az energiapolitika ügyeit, és lett volna módosító javaslatunk arra is, hogy mondjuk ha már szakított a vidékfejlesztési politikával, azzal a szemlélettel, amit Ángyán József professzor úr képviselt még 2010-ben a Fidesz kormányzat, akkor a földművelésügyi név helyett talán találóbb lett volna, hogyha földrablásügyi minisztériumnak nevezik el az új agrártárcát. Köszönöm szépen!